Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió kulturális program ajánló magazinja, Weekend. Mai adásunkban már augusztus elejé programokat ajánlunk Önöknek. Tiszalökön egynapos, Panyolán pedig háromnapos fesztiválra várják a látogatókat. Stábunk Paszabon és Ökörító Fülpösön is járt, műsorunk végén pedig a Móri Zsigmond Színház színművészével, Rák Zoltánnal láthatnak beszélgetést. Tartsanak velünk, már is kezdünk. Gasztronómiai élmények és sztárok. Augusztus 6-án Tiszalökön városnapot és nyári ízek fesztiválja főzőversenyt tartanak egy napon. Vendégem Gömze Sándor polgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez egy tuti recept, ugye? Tehát neves fellépők, kellemes nyári délután vagy délelőtt este, Tiszapart és hát mindenféle finomságok, úgyhogy butaság lenne kihagyni, úgyhogy ezt javaslom, hogy mindenki menjen és személyesen is élje át az ízeket, illetve az élményeket. Hát akkor csináljunk egy kis kedvet ehhez a naphoz. Mi mindenre várják az érdeklődőket? Hát, szerintem sem szabad kihagyni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel egész megyéből, vagy a környező megyékből. Elég sokan járnak hozzánk Tiszalökre, Borsodból, Hajdúbiharból, és egész Szabolcs-Szatmár-Berekből, úgy általában is a nyári időszakban. Ugye ez már a 21. városnapunk lesz. Utóbbi egy-két alkalommal a 2019-ben megújult városközpontban tartottuk már ezt a rendezvényünket is, de most egy kicsit nosztalgiázunk és visszamegyünk a régi helyszínre, a Teleki Blanka gimnázium és szakközépiskolának a ligetes sportpályájára, illetve udvarára. És ugye mindenki szeret enni az igazi magyar ízeket, vagy egyáltalán az ízeket szokták mondani, hogy csak az íze kedvéért teszünk. Igen, és, vagy csak nagyon, a szemünk kívánja, van, meg hasonló és, okosságok. És nagyon népszerű a délelőttnek az a szakasza, amikor elkezdődik a főzőverseny, és amikor már az illatokat lehet érezni, akkor már a közönség is megjelenik, és ugye ilyen kis étkezőjegyeket is lehet vásárolni, és nagyon korrekt áron hozzájuthatnak finomságokhoz. Itt van valami tematika, hogy mondjuk kifejezetten halas étel? Nincs vagy... megkötve. Nincs? Nincs megkötve. Általában ami jellemző, a magyar ételek szoktak versengeni egymással. Jelenlegi tudásom szerint 12 csapat nevezett eddig, és hát a zsűrinek olyan elnöke van, akit mindenki ismer, Pataki Péter kreatív séf, ugye ő életvitelszerűen Tiszalökön él, és nagyon sok közös programunk van, látjuk a fantáziát a turizmusban, a vendéglátásban, és egy nyugdíjas pedagógus kollégám, aki már évtizedek óta gyakorlatilag benne van ebben, és egy gasztroblogger hölgy, ő is tiszalöki, ők lesznek a zsűri, és mi meg majd versenyzünk. Hát akkor ez már tulajdonképpen garancia arra, hogy erről majd be is számolnak valamilyen közösségi felületen. Ilyenkor mondjuk egy gasztroblogger vagy egy sztárséf a saját ízvilágátnak megfelelően pontoz, vagy azért valamilyen konszenzusra kell jutni, és a zsűrinek már ugye mindig nagyon komoly helyzete és feladata van, valamilyen szempontok szerint értékelnek. Szerintem ők ezen már túlléptek, tehát képesek és alkalmasak arra, hogy minden ételt a maga nemében kezeljenek és értékeljenek, és megkülönben tényleg az a veszély fennáll, hogyha valakinek van valamilyen elfogultsága, valamilyen vagy étel, valamit nem szeret például. Vagy nem szeret, így van, akkor nagyon szubjektív lesz a döntése, de egy olyan kipróbált csapat ez már, hogy szerintem közelít az objektivitáshoz az ő értékítéletük, úgyhogy rájuk lehet bízni magunkat. Azért mondom, mert mi is fogunk főzni a polgármesteri hivatal és kis csapata. És már tudják, hogy mit fognak főzni? Igen. Legalább ezt az egyet áruljuk, mert a többiektől nem tudom most megkérdezni. Csikós tokányt fogunk főzni. Azt, hogy most melyik verzióját, az még majd meglátjuk, hogy ki lesz az erősebb, mert én a végén, ha otthon csinálom, akkor egy kis tejfölt mindig tolok rá végére, de én általában mindenhez, amihez lehet, de
lehet, hogy ebben most én alul fogok maradni. Egyébként tényleg ez a tejföl is ilyen tradicionális magyar dolog, éppen erről beszéltünk, hogy amikor valaki külföldön próbál egy magyar ételt elkészíteni, akkor azért általában az első komoly probléma az, hogy nem tud igazi tejfölhöz jutni, mert az, amit mondjuk akár Görögországban, akár mondjuk Franciaországban megpróbál beszerezni, annak igazándiból köze sincs a magyar tejfölhöz. Nos, hát akkor biztos, hogy a polgármesteri hivatal Csikós Tokányát akár tejfölle, akár tejföl nélkül megkóstolhatják, és az is jó, hogy a másik 11 csapat valószínűleg másféle dolgot készít, tehát a közönség mindenképpen jól jár, mert sokféle ízből válogathat, hogyha vásárol jegyeket. Akkor, ha már jól laktunk, akkor már lehet mulatni, ugye? Így van. Hát a nagy színpados programok ők ott 2:30 környékén kezdődnek, mégpedig lenne azzal, hogy a zsűrével együtt felmegyünk a színpadra és értékelni fogjuk a főzőcsapatokat, tehát egy eredményhirdetéssel kezdünk a nagy színpadon. De közben már a délelőtt folyamán is gyerekeknek népi játékokkal teli tűzdet és vidámpark, íjászok lesznek, akiknél szintén lehet majd egy kicsit íjászkodni, illetve a tűzoltók ígérték, hogy jönnek, reméljük, hogy nem lesz dolguk hivatalosan, és egy kis habpartit is talán be tudunk így iktatni a gyerekeknek, nyilvánvaló, de bárkinek javaslom, mert jól mutat. És délután nagyon sok fellépő lesz, ahol az operettől kezdve musicaleken át a népzene is megmutatkozik, helyi fellépők is lesznek természetesen, zumbások lesznek, a helyi mámor, szín és tánc társulat. Őket nagyon szeretném kiemelni, hiszen évek óta nagyon, nagyon komolyan készülnek egy-egy színdarabbal is, vagy akár városi rendezvényekre is. Úgyhogy ők nagyon meg szokták mindig erősíteni a rendezvényeinknek a, mondhatom bátran, hogy a színvonalát is. Aztán a híresebb fellépők közül megpróbálunk mindenkit megszólítani. Megmondom őszintén, hogy arról, hogy USNK, én nem is hallottam. De nyilvánvaló, hogy utána néztem, ugye a fiataloknak én szerintem egy nagyon jó fellépő duó lesz. Aztán a Kocsis Tibor, az ő hangját szerintem mindenki szereti, vagy kell, hogy szeresse. És a fő fellépő az Anna and the Barbies lesz. Ők nagyon jó bulit szoktak csinálni. És nem fogunk tűzijátékozni, viszont lánglovagok lesznek, akik pirotechnikai csodadolgokat fognak nekünk bemutatni. Ja, bocsánat, és nagyon fontos, még a BV intézet is lesz, és egy műveleti csoporttal kutyás bemutatót fognak tartani. Nos, hát akkor augusztus 6-án, mert hogy azért fontos felhívni a nézők figyelmét, bár hogyha most ezen a hétvégén ellátogatnak Tiszalökre, szerintem akkor is találnak majd valamilyen kezd csináló programot, illetve hát maga a természet ugye az, ami olyan gyönyörű, és akkor ott a Tiszaparton is lehet egy nagyot sétálni, de augusztus 6-án lesz majd ez a rendezvény. Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk. Én is köszönöm. Ököri Tó Fülpös volt a soron következő állomása a megyei érték találkozónak. Az eseményen a helyi alkotó műhelyek és a fergeteges néptánc együttes mellett más sztárvendégek is színpadra léptek. Az Ököri Tó Fülpösi hagyományőrző Roma Csillagszem tánccsoport táncosai forrósítják az egyébként sem hűvös nyári délutánt az Ököri Tó Fülpösi községháza mögött, ahol hosszú idő után szerveztek ilyen nagyszabású eseményt. A nyár folyamán a megye számos pontján több mint 20 településen tartanak hasonló rendezvényeket. Együtt élünk és összetartozunk. Közösen élünk át szép és nehéz pillanatokat. Különbözőek vagyunk, de van bennünk egy közös pont, hogy magyarok vagyunk, és Ököri Tó Fülpösön élünk. Valamiért mindannyian szeretünk itt élni. Mindannyiunknak más és más oka van, amiért itt érzi otthon magát. Vannak olyan eredményeink, értékeink és hagyományaink, amelyekre mindannyian büszkék lehetünk. Ezeket őseinktől, dédszüleinktől,
nagyszüleinktől örököltük. A zenés táncos produkciók mellett a megyei értéktalálkozókon kiemelten fontos szerepet játszik a gasztronómia, így volt ez Ökörító Fülpösön is, ahol a Gyöngyszem óvoda marhapörköltjét és nokedlijét ítélte meg a zsűri a legízletesebbnek. Ez persze nem szegte kedvét a többi csapatnak sem. Ebben az üstben szarvas és őszgulyás főtt, és a baráti társaság elégedett a menüvel. Kolbászos lecsót főztünk, készítettünk, kisebbségi önkormányzat besegített még pluszba, mert ugye ennyi roma nemzetet nem lehet el látni, annyival amennyivel kaptunk hozzávalót, ugye a kisebbségi önkormányzat még hozzátett. Nem maradhatott ki a mezőnyből a slambusz sem. A futballcsapatban van szakács, zenész, futballista, úgyhogy nekünk könnyű dolgunk van, hogyha van egy buli a csapaton belül, akkor tudunk szakácsot alkalmazni, tudunk zenészt alkalmazni, a szakács pedig itt van, el tudja mondani a receptet. A helyzet a következő, a csapat egyébként is egy nagyon jó társaság, aki a retrót, a bulit igényeli, és igény szerint mi igényeljük a Biki Csunájt, aki ha megjelen, akkor azt mondom, hogy a buli elkezdődött. Tehát Ökörító Fülpösön ő egy jelenség. Igen, volt olyan kis helyi összejövetel, ahol ő fellépett és hozta a színvonalat. Kell Biki Csunáj. Most attól függetlenül, hogy jogvédett zenéket játszik, nem jogvédett zenéket játszik, nem foglalkozunk vele. Ha a színvonal, tehát a rendezvény színvonalát emeli, akkor neki ott a helye. És mi úgy gondoljuk, hogy neki ott a helye. Főleg itt falun belül. És arra törekszünk, hogy minél több Ökörító Fülpösi mutassa meg magát, hogy mit tud. Futballban, és zenében is, és akármiben. A helyiek külön kérésére a rendezvényen fellépett Szarka László is, akit 12 évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban ismerhetett meg az ország. Bár azóta számos koncertet adott és produkcióit milliók követik az interneten, Ökörító Fülpösön először lépett fel hivatalosan. Megmondom őszintén, még a falumban nem léptem föl. Hát ez nem tudom, ez ilyen, hogy ez miért történt ez így, azt nem tudom megmondani, de most hál' Istennek kaptam lehetőséget, hogy ebben a stílusban ilyen módon próbáljam megmutatni a falumnak is, hogy mégis hogy éneklek. A megyei közgyűlés elnöke szerint fontos, hogy minden helyi közösség ápolja értékeit. Leginkább persze az ökörítói fergeteges miatt választottuk ezt, választották a szakemberek ezt a települést, hiszen itt több mint 80 éves néptánc együttes van, akkor igazán, amikor a hagyományőrzés elkezdődött Magyarországon, és ez szinte folyamatos működés feltételező Ökörító Fülpösön. Szeretnénk a települést is, a ittenek is arra biztatni, hogy a fergeteget őrizzék meg, komoly megyei értékről van szó, és hát reméljük, hogy ez a nap is hozzájárul ahhoz, hogy identitásukban megerősödjenek, hagyományápolásukban megerősödjenek, és tovább következő évtizedekkel is ezt a hagyományt, a fergeteget, és egyáltalán a helyi közösség összetartását meg tudják őrizni. Az Ökörító Fülpösi Fergeteges Néptánc Együttes 1937 óta foglalkozik a magyar tánczenei hagyományok őrzésével, 2017-ben ünnepelte 80 éves évfordulóját. Ezúttal ajaki, mikepércsi és szatmári táncokat mutattak be. A délután másik sztárvendége a Kokas Banda volt, amelyet táncház, valamint az Érpataki Asszonykórus és a Tiszavirág projekt élő koncertje követett. Mintha hazajönnél, ez a szlogenje a nagymúltú Panyola Festnek, nem véletlenül. A helyiek vendégszeretete is hozzájárult ahhoz, hogy a fesztivál országosan ismert rendezvénye legyen a nyári szezonnak. Vendégem Muhari Zoltán, Panyola polgármestere. Jó estét, szervusz! Szeretettel. Azért annál nincs jobb, nem? Amikor már egy ilyen bevezetése van mondjuk egy fesztiválnak, és nem azon kell görcsölni, hogy vajon a rokonokon kívül valaki más is ellátogat-e. De hát ebben rengeteg meló van, rengeteg munka. Hát nagyon sok valóban, és ugye, mintha hazajönnél, a kezetek fogva kísér végig bennünket, mint szlogen.
de azért azt tudni kell, hogy értékek mentén, alcímmel azért most egy lapátot azért még rádobtunk azokra az addigi erényeinkre, meg amiket mi megmutatunk, bemutatunk, hogy mindig adjunk valami újat a visszatérő vendégeknek, hiszen alig lehet szállást foglalni új embereknek, új családoknak, mert mindig lefoglalják a jövő évre is már. Mert teljesen otthon érezték igen, magukat eddig hát is azok. Ott, mint ha hazajönnének, igen. Akik ellátogattak, hogy mondtad, hogy rátettettek még egy lapáttal, de hát valahol tulajdonképpen ez csak ráerősít is arra, ami eddig uh-huh. is volt, hiszen uh-huh. ugye ez egy olyan fesztivál, amelyre szándékosan a kezdetektől fogva nem engedtetek be semmi, hogy is mondjam, ilyen nagyon olcsónak tűnő dolgot, tehát mindig is fontos volt az, hogy aki ott megjelenik, vagy aki ott fellép, az valóban értéket képviseljen. Így van. Ez tényleg célkitűzés volt, hiszen az eredeti cél mindig az volt, hogy azok a vendégek, akik messziről érkeznek, és turisták úgymond, azoknak helyi értékeket mutassunk be, akik pedig a környezetünkben élnek, és nem csak panyolai emberekről beszélek, hanem a Járás, Fehér Gyarmat, Máté Szalka, stb. Azoknak pedig olyan kínálatot adjunk, olyan művészi színvonalat, amire esetleg Pestig vagy nagyobb helyig kellene elutaznia. Tehát általában kérdezik tőlem ugye átlag emberek, hogy ki lesz a sztárvendég. Hát itt nem olyan klasszikus értelembe vett sztárvendégek vannak, hanem olyan művészek, akiknek a tevékenysége az kimagasló, és itt egy csoportban, egy csokorban szemlélhető, és nyilván a helyi dolgokkal fűszerezve szó szerint, tehát a gasztronómiával, a fogyasztható pálinkával, és ami mi ránk jellemző, ugye a lekvára, a szélvával, minden, ami mi vagyunk, azt is megkapja, tehát nem csak szellemi táplálékkal gazdagodik itt az ember, hanem valóban kulináris élményekkel is. Azt gondolom egyébként nagyon fontos, hogy az emberben, az kis szuverén lelkekben megerősödjön az, ami jó, mert legyenek ezek akár a gasztronómiai értékek, vagy a természeti kincsek, vagy amivel rendelkezünk, mert hogy annyira hajlamosak vagyunk mindig kifelé tekingetni, másokra figyelni, meg panaszkodni, és egy kicsit ebben megfürödve rá tudunk jönni, hogy azért mennyi mindenünk van, milyen kincseink vannak, milyen finomságaink, milyen kiváló és tehetséges alkotók és művészek, akkor tényleg azt gondolja az ember, hogy azért nagyon jó helyen is élünk, jó helyre születtünk. Igen, ehhez hogy csatlakozzak ez a gondolatsorhoz, hiszen mondtam, hogy értékek mentén ezzel még kiegészítettük az eddigi mottót, és hogy gyakorlatilag azzal kezdünk pénteken 14 órakor, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel karöltve egy csodálatos kiállítást nyitunk meg. Ez egyébként a Közösségi Házban lesz, és már gyűlik az anyag. Ez a Szakkör nevű kezdeményezés a Művelődési Intézetnek. Igen, erről egyébként hamarosan beszélgetni fogunk akkor majd. Akkor ezt nem lövöm le a poén. Ezt ne lőd le teljes mértékben, de biztos, hogy nagyon izgalmas lesz, és ezt követően meg gondolom, hogy már akkor be is robban a fesztivál, miután meg lesz a kiállítás. Úgy robban be, hogy egy társrendezvényként a Hagyományok útján itthon-otthon Szatmárban, mi így nevezzük ezt a projektet, ugye mi is részesültünk ebbe a megyei pályázatba, és gyakorlatilag egy főzőverseny indul már pénteken, és színpadi produkciókkal indul. Az esti órákban meg már teljes gőzzel a Panyola Fest fog menni, ugyanazokon a helyszíneken, amit megszoktunk, tehát két színpadunk lesz, és egy harmadik is lesz a Levendula udvaron, vagy Levendula portán, hiszen nálunk bevált az a dolog, hogy a falut megismerjük, egy-egy portát megnyitunk, illetve helyi lakosok ebben segítenek, és nagyon cuki a Levendula porta, hiszen ott nem csak színházi, zenés előadások lesznek mind a két napon, pénteken is, szombaton is, hanem el szoktam mondani a kedvencemet, a helyi autós mozit, ami arról szól, hogy gyerekautós moziről beszélünk, papírkartonokból készített autókba ülnek a gyerekek, és magyar rajzfilmeket tudnak megnézni, nyilván kivetítővel, projektorral, és
ez esti órákban kezdődik, és 40 gyerek mindig szokott kis papírkocsikba ülni, úgyhogy ez egy ilyen külön látványosság, aki jön. Mert hogy el kell mondjam, egyébként nagyon népszerű a rendezvényünk, egy sziget úgymond, szerintem ebbe a rohanó világba valóban meg tudunk egy kicsit pihenni, és itt a családok szeretik a legjobban, hiszen kijön a több gyerekes család, és mindenki talál programot magának. Egész délután úgy telik el, hogy elröpül az idő, és az apuka, anyuka is úgy tud nyugodtan szemlélődni, vagy valamelyik műsort megtekinteni, hogy a gyerekek biztonságban vannak a puja sarokban, amit úgy hívunk. Az egy diófás játszódvar, árnyékban van is, fantasztikus játékokkal tudunk szolgálni, például a Csupa Csoda játszódvar az egy egészen kreatív, interaktív játszó hely, válik, és gyakorlatilag itt az a szülők ezek ilyenkor felszabadulnak egy kicsit. Pont arra gondoltam, hogy attól, hogy ugye ez egy nagyon családias hangulatú fesztivál, és hát végül is egy kis település, itt tényleg nagy a közbiztonság, itt mindenki otthon érezheti magát, és nem kell azon aggódni, hogy a gyerek elvész a nagy forgatagban. Úgyhogy említetted, hogy már nem nagyon lehet szálláshelyet találni. Hogy kell ezt elképzelni, aki még soha nem ilyet? Vannak, akik sátraznak esetleg, vagy ott a Panyola határaiban is esetleg tábort vernek? Sok verzió van, igen. Egyébként ebbe az irányba haladunk. Most két kisebb kempinget is megnyitunk erre az időszakra. Mind a kettő egy-egy kert tulajdonképpen. Az egyik az inkább családosoknak, akik gyerekekkel jönnek, a másik a fiatalosabb, ahol esetleg még folytatódik a fesztivál, amikor véget ér az utolsó éjszakai program is, tehát ott esetleg egy ilyen fiatalosabb csoportot várunk. Tavaly már ez működött. Én úgy gondolom, hogy ez az egy út van, mert több nem épült. És hát érdekesség az, hogy ilyenkor a helyi lakosok, akik egyébként egyedül vagy a életük párjával laknak, ott gyerekek elszármaztak vagy elkerültek, azok most ilyenkor megszállják a szülői házat, és nem csak ők, hanem akkor már a baráti köreiket is hozzák. Úgyhogy több olyan házat is tudok, ahol már sátrak lesznek, mert a baráti kör nem fér be a házba. Úgyhogy így nézve ilyenkor inkább megtriplázódik a település lakosainak a száma, tehát az az 5-600 fő bizony fölmegy 1000 fölé, és kihasználunk minden helyiséget, helyet, óvodát, mindenhova teszünk ember gyakorlatilag. Azért el tudom képzelni, hogy az idős házaspárok, akiknek mondjuk a gyerekei Dunántúlon élnek, már úgy várják ezt a fesztivált, hogy végre hazajöjjenek a gyerekek meg azoknak a barátai, hogy ez egy tulajdonképpen egy második karácsony lehet sok ember szívében. Nagyon érdekes volt a menet. Ugye a kezdetek kezdetén nem értették a helyi lakosok, hogy miért ilyen jellegű világzenét, vagy éppen egy jazz formációt, vagy bármi ilyesmit, népzenét hozunk, magas minőségű népzenét. És aztán onnan kezdtek el jobban figyelni a részletekre, amikor a családból megjöttek a fiatalok haza, és azt mondták, hogy apu, ez hihetetlen, ez Panyolán van ilyen, itt a falu szívében egy ilyen rendezvény, vagy a megye szívében is, és hogy mi erről nem tudtunk. Hát nem tudjátok, hogy ez mennyire jó zene, mennyire jó. És akkor igen, akkor elkezdték értékelni, és várják a helyi lakosok is a rendezvényt. Ilyenkor felfordul természetesen a falu egy kicsit, megpezsdül az élet, de én azt gondolom, hogy a hírnevét, tulajdonképpen ez egy brandé vált, és támogatjuk egymást a főzde brandel. Ilyenkor egy kicsit mind a ketten megjelenünk, tehát a főzde is és a falu is ugye kiadja a tudását. El szeretném mondani, hogy a kiadásról beszélek, akkor egy könyvkiadás is szombaton esemény lesz, hiszen 16 órakor egy vadonatúj néprajzi könyvet mutatunk be, és kínáljuk. A Déri Múzeum segítségével Sőregi János ásatásait hoztuk egy könyvformába, első megjelenés, tehát még nem volt publikálva, és ezek 100 éves történetek, néprajzi gyűjtés, gyors írással írta le annak idején Sőregi ezeket az történeteket,
és most ezt gyakorlatilag most könyvformájába átdolgozva és fotókkal, nagyon izgalmas. Én elolvastam egyet a tölgyfa építményekről, amit máig nem tudunk pontosan, hogy mi lehetett. Ő ásta ki a Tisza partján, előbukkantak ezek a hatalmas tölgyfa rönkök, és én amikor ezt elolvastam az első ilyen kéziratot, akkor azt mondtam, hogy ebből könyvet kell csinálni, mert ezt meg kell, hogy, meg kell, hogy tudja más is, hogy itt micsoda dolgok történtek ezelőtt 100 évvel, úgyhogy ilyen dolgokkal is színesítjük a rendezvényt. Zoli, nagyon szépen köszönjük, ízlést formáltok, illetve szerintem olyan közösséget is formáltok és teremtettek, hogy remélem, hogy 100 év múlva valaki szintén azt mondja, hogy ezt mindenkinek meg kell tudnia, hogy itt már akkor milyen nagyszerű dolgok történtek, ez mondjuk 100 évvel ezelőtt. Ez nagyon-nagyon nagy elismerése lenne majd a mi munkánknak, igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézők, ezzel vége a Weekend első részének. A híradó után várjuk vissza önöket, egy rendhagyó kiállítással megyünk tovább, de Rák Zoltánnal, a Móricz Zsigmond Színház színművészével is láthatnak beszélgetést, tartsanak velünk. Köszöntöm önöket, ez már a Weekend második fele. Passzabra látogatunk a következő percekben. 19. alkalommal rendezték meg a szőttes napokat a községben. A rendezvényen új játszóteret is avattak, a szőttes házban pedig a szövés mesterségével is megismerkedhettek a látogatók. Gólyalábas zenészek szórakoztatták a közönséget Passzabon. A településen évtizedes hagyománya van a szőttes napoknak. Idén új játszóteret is avattak a rendezvényen. 2019-ben megépült a bölcsődénk, az óvodánkat bővítettük, az iskolánk is teltházzal működik, tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek szüksége volt egy olyan játszótérre, hogy amikor nincsen bölcsőde vagy óvoda, vagy szünet van, akkor méltó körülmények között tudják eltölteni a szabadidőt. Magyar Falu programnak köszönhetően sikerült ezt elérnünk, ami azt jelenti, hogy most ez közel 5 millió forintból újult meg, de azt is el kell mondanom, hogy egy régi játszóteret alakítottunk át, azt cseréltük le a játékokat új játékokra, mert azok már nagyon elavultak, és ezzel itt a település központjában egy igazi színfolt alakult ki. Idén 19. alkalommal került megrendezésre, hát sajnos 2 évet kimaradt a pandémia miatt, de elég nagy a lelkesedés, ezt mindig várják a településen, egyrészt azért, mert nyilván gasztronómia is van benne, de ez nekünk azért fontos, mert meg tudjuk mutatni azt, ami a legfontosabb a településünknek, a szőttes, hiszen ez egy több mint 100 évre visszatekintő hagyomány már itt, és nagyon örülünk annak, hogy ezt még ma is űzik az asszonyok, tehát ez a szövőház, ami itt mögöttem van, itt valóban minden nap szőnek az asszonyok, és most már el tudtuk érni azt, hogy át tudjuk fiatalítani egy kicsit a szövésnek a tudományát, és így tovább tudják vinni ezeket a hagyományokat. A szőttes napok azok mindig ilyenkor július derekán kerülnek megrendezésre, és a népi hagyományokat bemutatások után itt népi zenekarok, néptáncosok, és hát persze könnyű zene is lesz majd az esti órákban már. 4-5 szám a két minta között, akkor már, hogy eltévesztett, akkor ki kell szedni, és akkor működik. Akkor most nem rontott miatt. Nem. A passzabi szőttes messze földön híres. Az itteni lápos, ingoványos terület nem kedvezett a búza, a kukorica termesztésének. A helyiek elsősorban kenderfeldolgozással foglalkoztak, szinte minden háznál szőttek, fontak a lányok, asszonyok. A szőttes hagyományát a passzabi születésű Vattai Jánosné őrzi és adja tovább. Munkásságáért a népművészet mestere címmel tüntették ki korábban. 1964 óta vagyok a házipari szövetkezetnél, és 1970-től vagyok a részlegvezetője. Nekem Túr Élike tanította meg a szövést, meg hát édesanyám is nagyon tudott otthon szőni. A faluban az időben mindenki tudott szőni, mindenki ezzel foglalkozott, a szövéssel, csak már később, mikor több volt a munka, meg igényesebb munkát készítettek, akkor már egy szövőházba dolgoztak, és akkor ezeket még annak idején a Túri család indította el. Ahhoz, hogy tudjanak szőni, az egész folyamatát tudni kell a szövésnek. Tehát a felvetéstől a csévélésig, a beszerelésig,
az azsúrozásig, mindenféle munkát tudni kell egy szövőnőnek, aki szövőszékbe ül. Hogy kell annak a szövőszéknek működnie, hogy van beállítva az a szövőszék, és nagyon fontos precíz munkát kell végezni. Akkor nem mindenkiből lehet jó szövőnő? Nem. Nagyon jó érzékének kell lennie ennek, aki a szövőszékbe beül, és megtanulja a szövést. Dupla széken nagy terítőket készítünk, a fehér terítőket, a mintás terítőket, szedett mintás terítőket. Ez a legnagyobb méret, amit mi tudunk készíteni dupla széken, a 140-es széleség. Keskeny székbe pedig párnákat készítünk, terítőket, futókat, alátéteket, könyvjelzőket, hát ami éppen a kézimunkának megfelel. A Paszabi szőttes a megyei értéktár gyűjteményében is szerepel. Sokszor egy-egy emberen múlik, hogy egy néphagyomány, egy hagyományos mesterség, egy népszokás fennmarad-e. Paszabon olyan szerencsés helyzet volt, hogy egy Túr István nevű néptanító a 20-30-as években ezt felkarolta, és ezt a hagyományt éltetik a mai napig is. Nagyon fontos, hiszen a hagyományainkból táplálkozunk, a jelenünk és a jövőnk is. Nagyon szép dologról van szó egyébként. Többen fiatalok is tudják ezt a mesterséget, és éltetik ezt a hagyományt. Minden településnek megvan a saját szerepe a megyében, az országban, a nemzet továbbélésében, továbbvitelében nincs szerepkör nélküli település, mindegyiknek meg kell találni a saját hagyományát, és azt kell ápolni, mint ahogy a paszabiak ezt teszik már évtizedek óta. A paszabiak célja, hogy a szőttes hagyománya a magyar értéktárba is bekerüljön, onnan pedig már csak egy lépés választaná el attól, hogy hungarikum lehessen ez a kulturális örökség. Maradunk Panyolán. A háromnapos fesztivál egy rendhagyó kiállításnak ad otthont. Ezt a tárlatot a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazgatósága szervezi. Vendégem a szervezet megyei igazgatója, Nagy Edina. Szia Edina, jó estét! Jó estét, köszöntök mindenkit! Ez egy nagyon jó ötlet volt már, én úgy gondolom. És valószínűleg hasonlóan gondolkodtak azok, akik kedvet kaptak, hogy kipróbálják magukat ezeken a területeken. Ez így igaz. A Nemzeti Művelődési Intézetnek elindult még ugye a pandémiás időszak alatt a szakkör.hu online oldala, felülete, hiszen fontosnak tartottuk azt, hogy megpróbáljunk valami olyan programot találni, ahol a pandémiás időszak alatt a közösségek, ugye, mivel nem találkozhattak, mégis valamilyen tevékenységet folytathatnak, és hát mi mentén, mint az értékek mentén. Úgyhogy így jött létre a szakkör oldal, honlap, ami videó segítségével mutatta be ezeket a népi mesterségeket, hogy hogyan lehet ezeket elsajátítani. Aztán a pandémiát követően lehetőség nyílt arra, hogy 5000 szakkör indulását támogassuk, mégpedig alapanyagokkal, és így történt az is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében közel 50 településen, vagyis 50 településen 69 szakkörünk tudott elindulni. Hát nagyon változatos volt, akár ha a célcsoportot tekintjük, akár a szakköröket. Itt első körben ugye 5 szakkörre lehetett pályázni, kosárfonó, nemez, csipkeverés, gyöngyfőzés, mézes kalács készítés, nem is, hogy bocsánat, mert a hímzés és a hímzés, tehát ezek voltak talán a legkellendőbbek, a hímzés és a gyöngyfőzés, valamint a mézes kalács készítés. És az idei évben, ugye, ahogy polgármester úr is elmondta, tehát az értékek mentén kerül megrendezésre ezzel a szlogennel a Panyola Fesztivál, és ezért ez egy közös együttgondolkodás eredménye, hogy kiállítjuk azokat az elkészült alkotásokat, amelyeket a szakkör csoportjai, szakkör közösségei készítettek a megyében. Olyan érdekes ez, mert ugye az embernek az első asszociációja az általános iskolai szakkör,
és emlékszem, hogy még az én időmben is divat volt mindenféle, még olyan szakkörre is jelentkezni, amihez esetleg nem is volt affinitásunk vagy tehetségünk, de mégis valahogy az ember azt hitte, hogy na majd ott akkor. Úgyhogy lehet, hogy azok a felnőttek, akik most felnőtt fejjel belevetették magukat valamilyen népi mesterség elsajátításába, hasonlóan gondolkodtak, hogy bár soha nem csináltam, de mi van, hogyha most kiderül, hogy ebben tehetséges vagyok. Említetted, hogy életkort, illetve nyilván a nemeket tekintve is nagy volt a különbség. Egyébként a mi megyénk az leképezte az országos tapasztalatokat? Tehát nagyjából ugyanúgy viselkednek a szabolcsiak is a szakkörökben, mint mondjuk a nógrádiak? Nem, én mindig azt mondom, hogy Szabolcs szakmában minden beélen jár. Tehát ha az értékeket, hagyományokat tekintjük, nyilván nem ismerek az országban minden szakkört. Én a mi megyénkről tudok beszélni, és én tényleg nagyon nagy örömmel látom, hogy amellett, hogy ezeket tényleg a régi népi mesterségeket újra felelevenítették, azon kívül nagyon-nagyon sok olyan dolog, pozitív dolog történt ezekbe a közösségekbe, ami említésre méltó. A mindegyik közösség, én azt szoktam mondani, hogy mindegyik másért különleges. Uh-huh. Tehát tényleg voltak olyanok, például a mézes kalács szakkörbe, ahol mondjuk anyuka részt vett a csoportba, aztán idővel csatlakoztak a gyerekek, és nagyon nagy örömmel onnantól kezdve jártak. Vagy például volt olyan gyöngyfűző szakkör, ahol a férfiak csatlakoztak, na nem gyöngyöt fűztek, de például a nyakláncokra, tehát a kapcsokat felszerelték, és ők is ott voltak a közösségben. Valamint van arra is példa, hogy két csoport is, tehát egy csoport megalakulásával kaptak, vagy elindulásához alapanyagot a csoport, de végül kettő csoport, tehát is lett egy szépkorúak csoport, és lett egy fiatalok, általános iskolás gyerekekből állók csoportja, akik a kiállítás megnyitón nagyon nagy örömmel vették azt, hogy újra lehet majd az idei évben, sőt már folynak az előjelentkezések pályázni. Ami viszont mindenbe megegyezik, mert azt mondom, hogy mindegyik egyedien különleges, minden közösség, ami viszont egyforma, hogy, és nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy minden egyes alkotáson megjelennek a településre jellemző értékek, motívumok. Tehát van mézes kalácsunk, ahol a település címerét írókával felvitték a mézes kalácsra. Van olyan, ahol nemezből, például mondom konkrétan Újfehértón a Fürtös megy, készítettek egy fali képet, tehát hogy mindegyik, és ez, ami a lényeges lesz Spanyolán, a kiállítás is ezt teszi egyedivé, hogy itt majd az oda látogató, azok megtekinthetik, tehát magát betekintést nyerhetnek kicsit a település értékeibe is ezáltal. Hány tárgy kerül kiállításra? Több száz. Nem nagy, ugye a kiállítás a Spanyolán a közösségi házban, ki a közösségi ház kiállító termében lesz. Nem nagy a terem, de mivel nem nagy tárgyakról van szó, ezért nagyon kreatívan úgy tudták elrendezni a szervezők, hogy ott nagyon-nagyon sok minden kiállításra kerül. Mindegyik, aki kilátogat, meg fogja tudni, hogy kik azok, akik készítették, hiszen a csoport fotó kint lesznek a alkotások mellett, valamint a csoport leírások, hogy ki készítette, és lesznek még érdekességek, mert lesz olyan település, aki vállalta azt, hogy a kiállítás ideje alatt, valamint a Panyola Fesztivál ideje alatt, ők bemutatót is tartanak. Gondolom, hogy azt is meg lehet nézni, hogy a közeljövőben mondjuk milyen szakkörre lehet jelentkezni az adott település környezetében. Igen, előjelentkezések már folyamatban vannak, ezt több helyen hirdettük, van, amint említettem, a www.aszakkör.hu oldalban, mint a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján is találnak erről információt. Az idejében már 15 szakkör az, amire lehet jelentkezni, hát az előjelentkezések során azt már mondhatom, hogy a gyertyaöntés és bútorfestés az, ami annyira sikeres volt, hogy betelt, de nyilván még 13 szakkör ezen kívül van, amire várjuk is minden településről a jelentkezéseket. Edina, nagyon szépen köszönjük. És köszönöm. Baby boom volt
az indiai antilopoknál, a Nyíregyházi Állatpark kistestű lakói a második legnagyobb szárazföldi állattal, az ázsiai elefántokkal élnek társbérletben. A közös lakhely mindkét faj számára előnyös. Éppen homokfürdőt vesz ez az ázsiai elefánt a Nyíregyházi Állatparkban. A hölgyek a szokásos fürdőzésüket követően homokot szórnak a bőrükre. Ezzel nem csak a napsugarak, hanem az élősködők ellen is védekeznek. A 35 hektáros állatpark egyik legkedveltebb kifutója ez. Itt ugyanis csak egy száraz árok választja el a látogatókat az elefántoktól, így testközelből láthatják a 3,5-4 tonnás állatokat. Ráadásul ezen a területen a három ázsiai elefánthölgy indiai antilopokkal élt társbérletben. A modern kertetnek az a lényege, hogy minél ingergazdagabbá tegyük állataink életét, és amellett, hogy például az ázsiai elefántokat minden nap wellness fürdővel várjuk, amellett nagyon fontos a szociális kötelék is, illetve hogy úgy, mint a természetben, más állatokkal éljenek együtt. Az indiai antilopok csapata kiválóan alkalmas erre, arra kell figyelnünk az apró termetű antilopok védelme érdekében azonban, hogy mindenképpen elválassza őket azért a hatalmas testű állatoktól egy speciális háló, illetve mellette van egy elektromos pici kerítés is, oda csak az indiai antilopok mehetnek be, az ázsiai elefántok csak a nagyobb területeken tartózkodhatnak. Az indiai antilopok pedig egyre sokasodnak, ő az egyik legkisebb közülük, de ebben az időszakban napi szinten születik egy-egy bébi. Az indiai antilop csapatban most baby boom zajlik, napi szinten a látogatók előtt jönnek napvilágra az apróságok, ilyenkor van az indiai antilop születési dömping, eddig 7 kicsi született, de még 2 anyától mindenképpen várunk még kis indiai antilop borjút. Magyarországon 4 állatkertben, köztük a Nyíregyházi Állatparkban tartanak ázsiai elefántokat. A második legnagyobb szárazföldi állatok, ebben a rangsorban csak rokonuk, az afrikai elefánt előzi meg őket. Rendkívül szociális állatok, az elefántcsoportok rokontehenekből és azok fiatal utódaiból állnak. A Természetvédelmi Világszövetség jelenleg a veszélyeztetett fajok között tartja számon őket. Nemrégiben fejeződött be a forgatás, és október 15-én mutatják be a Radics, a megátkozott ember című filmet, amelynek főszerepét Rák Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház művésze játsza. Ennek apropóján otthonában kerestük fel a színészt, aki a forgatás élményeiről mesélt nekünk. Maradj otthon, nézzél tévét, tök sötét vonatokat mutat minden csatorna. Ennek a karantén videónak köszönheti, hogy a film alkotói rátaláltak. Mesélte el kameránknak Rák Zoltán, a Móricz Zsigmond Színház művésze, aki a Radics Béláról készült, hamarosan a mozikba kerülő film főszereplőjét alakítja. Valahogy az interneten ez fent maradt, és olyan típusú embereket kerestek, akik egy kicsit azért tudnak gitározni, vagy nem esik ki a kezükből teljesen a gitár, hogyha csinálnak totál felvételeket, akkor látszódjon valamennyi kis rutin egyrészt, és hogy korban megfelelő legyen. Azt mondták, hogy ez nagyon kevés ilyen ember van, aki, én pont 36 éves vagyok, mindjárt 37, mint a Radics Béla, sajnos 36 évesen meghalt, és nagyon kevés ilyen ember van, aki kicsit tud gitározni, és kb. Korban. És színész. A tragikusan fiatalon elhunyt Radics Béla életéről először forgatnak játékfilmet, noha személye idővel egyé vált a korabeli rendszer elleni lázadással, és emellett nem csak a magyar Jimi Hendrixként, de minden idők legnagyobb magyar gitárosaként emlékeznek rá vissza azok, akik élőben láthatták és hallhatták játékát, vagy épp együtt állhattak vele színpadra. Eleinte ez úgy indult, hogy ez egy angol száz dokumentumfilm, játékfilm elemekkel. Na most a játékfilm elemek, azok meglódultak, és nagy részt játékfilm lesz a filmből, tehát 80% most már a játékfilmes elem, és 20% a dokumentumfilmes.
Benne hagyták a forgatókönyvből ezeket a részeket, amik alapvetően dokumentumfilmnek indulnak, amikor a régiek beszélnek Radics Béláról. Vagy például van egy jelenet, amikor Csernus Imre bejön a képbe, beszél erről az egész addikcióról, hogy ez micsoda. Meg több barát, akik még élnek, vagy zenésztársak. De általában ez úgy néz ki, hogy ezek a zenésztársak, ezek mint szereplőként vesznek részt a filmben. Hrutka Róbert, Mátyás Attila, Rudán Joe, Vörös István, Vilmányi Gábor, Tiszai Vivien és még számos ismert és fiatal muzsikus vett részt a forgatáson. Radics Béla szüleinek szerepében Zsurcs Katit és Trill Zsoltot láthatja a közönség, de egy rövid jelenet erejéig még Csernus Imre, sőt Michel Vájd is szerepel a mozivásznon. Rák Zoltán azt mondta, az eredeti terv az volt, hogy Radics Béla összes valaha volt és máig élő régi zenésztársa szerepeljen a forgatókönyvben. A zenés életrajzi filmet Klacsán Gábor rendezte. Azonnal megtaláltuk szerintem a közös hangot, és az volt az érdekesség a film folyamán, hogy az első pár napon instruált, majd egyszer csak feltűnt, hogy már nem. És akkor oda is jött hozzám az egyik forgatás után, és mondta, hogy észrevetted, hogy már nem instruálnak. És mondom, igen. Mindenki más közben igen. Engem viszont nem. És a színészi rutinom azt sugalta, hogy ha nem instruálnak, az azt jelenti, hogy rendben van. Tehát akkor nem kell piszkelni a rendezőt, nem szól hozzád, az jó. És ez is történt, és mondta, hogy tulajdonképpen elkaptam azt szerinte, amit ő gondol a Radics Béláról, amit ő szeretne ebben a filmben. Ugye ezt a első pár nap alatt ez kiford bennem, hogy tulajdonképpen milyen lehetett Radics Béla, vagy a Klacsán Gábor rendező által mit szeretne látni ezen a filmen. Szerintem az egy nagyon fontos pontja a filmnek, hogy van egy aranyszemes operatőre, Grácz Márk személyében, aki a rendező mellett nagyon viszi a hátán ezt a filmet, ugyanis tényleg eszméletlen jó szeme van, és ő az, aki a játékfilmes motivumokban a főnök inkább. Nagyon meg tudja mondani, hogy mi, hogy merre, és nagyon pontos. Vele nagyon kellemes volt dolgozni, egyébként nagyon érdekes, egy pici lookban, van például az első forgatási napomon, az fürdőszoba jelenet volt, és ahogy elfért mellettem, és miket vett észre füstben, az nagyon nagy élmény volt. Egyébként az egy kemény forgatás volt az első napon, meg is ijedtem, mert egy régen elhagyatott házban kezdtünk, ott felépítették a Radicsnak a fürdőszobáját és a konyháját, és pár napig ott volt a forgatás, és fürdőkádas jelenet. Azt tudni kell a Radics Béláról, hogy egész nap a fürdőkádban szeretett lebzselni, mellé rakták a telefont, hogy el tudják érni. Így beszélgetett a feleségével, a barátaival. Nála egy nyitott tér volt a konyha és a lakás, bárki bejöttett, mindenkinek főzött, hogyha olyan kedve volt, ott voltak hajnalig, és akkor ez volt a kis élettér a kis lakásában. És ez a fürdőszobás jelenet az azért volt nagyon kemény, mert hát azt hiszem 5-6 órát voltam a fürdőkádban, amit állandóan újra kellett melegíteni, és ez februárban volt. Pont a mínusz 10-es időszakokban, és egy kihűlt házban, ki be a fürdőkádba, újra melegítés, stb. Az kemény, az nagyon-nagyon kemény volt, de szép lett az a jelenet is. A hangszer az egy nagyon-nagyon ilyen, ez egy fantasztikus élmény nekem, mert Radics Béla eredeti gitárjával játszhattam, vagy lehetett a kezemben az összes felvétel alatt, ami egy nagyon nagy eszmei, és nem csak eszmei érték is ma már, konkrétan gyűjtők harcolnak érte, és amikor én ezt először a kezembe vettem, akkor a gitárnak a tulajdonos, aki szintén zenész is, ő úgy mutatkozott be, hogy ha lejted, agyonverlek, és akkor mondtam, hogy jó, hello, Rák Zoltán vagyok, szia, Kocsi Kristóf, szóval lejted, agyonverlek. Tehát, hogy ilyen szinten nagyon vigyáznak rá. Ott ki is volt borulva többször, mert ugye a száraz jég miatt ugye pára keletkezett, és olajjal oldották meg ezt a száraz jéget, ezért a gitár mindig egy állandóan törölgették, vigyáztak rá. Amikor kijöttem a szedből vagy a képből, azonnal ki kellett adnom a kezemből. Van a filmnek egyébként szerinted valami üzenete? Talán az, hogy jobban vigyázzunk a nagyjainkra. Mert nagyon szomorú az, hogy elmúlt egy ekkora tehetség, és hogy nem kapta meg tulajdonképpen azt a lehetőséget, amit megérdemelt volna mind az akkori időnek a
árnyékaiban ugye nem teljesedhetett ki, fantasztikus tehetség volt, és nem csak Magyarországon, hanem talán egész Közép-Európában is hírekelt annak, hogy ő micsoda gitáros. Persze ma már vannak sokkal jobb gitárosok technikailag, viszont akkor ő volt az egyik első, aki ezt forradalmasította, és azt hiszem, hogy Radics Béla az egyik olyan ember, akinek köszönhetjük azt, hogy ezt a világot, ezt a zenei kultuszt, ezt behozta Magyarországra. Szerintem ő volt az első, aki valahogy valami módon tökéletesen lehallgatta a Jimi Hendrix és Eric Clapton nótákat, és hogy hatalmas élmény lehetett az embereknek, hogy hirtelen élőben ezt ott meg tudják hallani valahol. És sajnos ő is tehet róla nyilván, mert nem volt túl megalkuvó ember ebben a világban, viszont tudjuk, hogy ez kellett volna talán, de és akkor talán ő ezt így gondolta, hogy ő ezt a sorsot választja inkább. A megátkozott ember, ami neki az egyik fő dala volt, és tulajdonképpen azonosult ezzel a képpel. A megátkozott ember. Igen. Köszönjük, hogy ezen a héten is velünk tartottak. Ne feledjék, jövő pénteken is várjuk Önöket. A Kölcsei Televízió munkatársai nevében is kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!